A Camino 1980-as évekbeli reneszánsza óta minden évben 180-200 ezer, egyre nagyobb számú utazót vonz, akik energiájukat, szellemi, fizikai teherbírásukat próbára téve 25-30 nap alatt teszik meg a spanyol-francia határ melletti Saint-Jean-Pied-de-Port és Santiago de Compostela közti mintegy 800 kilométeres távot. Így tett tavaly Gábőbe is. Hát ez nekem viszonylag régenben fenn volt a bakancslistámon, olyan nagy elhatározás nem kellett, hirtelen vettem egy repülőjét, bepakoltam a hátizsákba és elindultam. Tehát szerintem ez mindenkinél ilyen egyszer csak bekattan és menni kell. Nekem olyan különösebb okom nem volt, kicsit úgy szerettem volna kiszakadni a hétköznapi mókuskerékből és csak kalandra fel. Augusztusban indult el és az útvonalak közül az északi utat, a tengerpartit választotta. Majd aztán ott menet közben meggondoltam magam egy olyan 600 kilométer után, és nem a tengerparton folytattam, ami szintén lejött volna a tengerpartról, hanem egy Primitivo nevű másik zarándokútra áttértem, ami egy elég dimbes dombos út, de végül is ugye két útból egy olyan 850 kilométer volt Santiago de Compostelaig, és akkor onnan még a végén mentünk ez a Finisterre, és Murciáig, ez még egy további 120 kilométer. Elmondta, a Caminóról szóló filmek nem túloznak, gyönyörű tájakon haladhatott át. Rengeteg kedves emberrel találkozott, és óriási szabadságérzetet adott neki az utazás. Az 5 hét úgy telt, hogy majd lesz valami, és végül mindig minden jól sikerült, mondta. A beszámolóra egyébként olyan sokan voltak kíváncsiak, hogy a kaszinó gyakorlatilag minden terme és minden négyzetmétere megtelt az estre.